Ez a Kultúrpont, a Hegyvidék TV kulturális magazinja. Nézzük, mivel várjuk Önöket a következő közel fél órában. Árnyékban a 20. század első felének legjelentősebb női alkotói a Kiscelli Múzeumban. Életre kelt történelem, animációs film készült arról, hogyan nézett ki Pest a török hódoltság idején. Velünk élő hagyományok, látványos produkciók a 28. Dunakarneválon. A fővárosi képtár raktáraiban több száz olyan munkát őriznek, amit női alkotók készítettek a 20. század első évtizedeiben. Ekkoriban sem a művek, sem azok alkotói nem jutottak méltó elismeréshez. A Kiscelli Múzeum új kiállítása most 26 női képzőművész közel 100 munkáját mutatja be ebből az időszakból. A tárlat célja, hogy most a 21. században újra felfedezzék, vagy inkább igazán felfedezzék ezeket a művészeket. Mi a közös Hadzsi Olgában, Undi Mariskában és Kráber Margitban? Mindannyian a 20. század első felében éltek és alkottak, nevük és művészetük azonban méltatlan módon háttérbe szorult. A Kiscelli Múzeum új kiállításának célja éppen ezért az, hogy rámutasson az 1900 és 1950 között tevékenykedő korszak legjelentősebb női képzőművészeire. A nők azok úgy kerültek előtérbe, hogy amikor Füreden rendeztünk 2022-ben egy nagy kiállítást a Ripoll Rónaitól Marrától-ig, ami egy úgymond best of, tehát a legjobb művek válogatása a gyűjteményben, ott előjött, hogy ha már egy kis magyar művészettörténetet mutatunk be, nézzük meg, hogy ez a nők hogy jelentek meg ebben a bizonyos kis magyar művészettörténetben. És akkor indult el a kutatás, és ennek lett a második fázis, hogy oké, de akkor mérjük föl, hogy hogyan jelennek meg a nők a gyűjteményben, hiszen ezt a vizsgálódást azért a 2000-es évek óta szinte minden nagyobb nyugat-európai múzeum megcsinálta. Tehát ez gyakorlatilag egy múzeumi gondolkodásnak a része, amiben mi szeretnénk részt venni. A 20. század első évtizedeiben a nők bekapcsolódhattak a képzőművészeti felsőoktatásba és kiállításokon is részt vehettek, sőt, akár a művészi hivatást is választhatták, mégsem vívhattak ki komoly elismerést. Ez az az időszak, amikor a művészek általában művésztelepeken alkotnak. Mindenki jár külföldön, tehát a művésznők is, ha itt akár végeztek a képzőművészeti főiskolán, akkor elmennek Münchenbe, Párizsba, Londonba. Párizsba például rengeteg magániskola van. Ott szabadon tanulhatnak a nők, ott sem annyira egyértelmű, hogy az akadémián tanuljanak. Ezek a hölgyek is járnak mindenfelé, és gyakorlatilag nagyon magas szintű tudást nyernek el. Sőt, létrehozzák 1908-ban a Magyar Képzőművészeték Egyesületét. Ez gyakorlatilag németországi mintára jön létre, valójában relatív későn. Tehát a német, francia művésznők ezt már egy picit hamarabb létrehozzák, és az a célja, hogy a női alkotók több teret kapjanak a művészeti életben. Igen, de ennek van egy visszahatása, hogy például a női kiállítás sok van, de női kiállítás lesz belőle. Tehát megint máshogy nézi a külvilág, mert hát csupán nő együtt, hát nézzük meg. Ennek egészen korai a bevezetőben említem példája az, hogy az 1800-es évek vége felé létezik olyan női művészetet bemutató kiállítás, ahol a konyhaművészet, az iparművészet, a hímzés, a jellegzetes női tevékenység mellett szerepel a képzőművészet, ami gyakorlatilag a képzőművészeti tevékenységet ugyanarra a szintre helyezi, mint hát a női tevékenység, tehát hímezgessetek, csak asszonyok, jót tesz nektek. A tárlaton 26 női művész, 100 munkája szerepel, köztük olajképek, akvarellek, sokszorosított grafikák és szobrok. Hadzsi Olga 1915-ben festett Kilátás a Svábhegyről című alkotása évtizedeken keresztül raktárban pihent, csak úgy, mint Undi Mariska festményei, amelyek a Tabán egykori hangulatát idézik meg. Undi Mariska azért rendkívül izgalmas, mert egy nagyon tudatos alkotó volt,
aki meg is tudott élni művészetéből. Itt a kiállításban 6 darab akvarellel szerepel, amelyek látképek a Gellért-hegy környékéről és a Tabánról, de ennél sokkal több van a gyűjteményünkben, és miért pont ezt ábrázolja? Azért, mert ugye Tabán az a városrésze Budapestnek, amelyeket az 1910-es években úgymond halálra ítélnek, úgy dőlt a főváros, hogy el fogják bontani, de azért ezt 33-ig nem teszik meg. De ezután a döntés után a Fővárosi Múzeum több művészt inspirál arra, adott esetben meg is bízza őket megbízással, tehát kifizetéssel, hogy örökítsék meg ezt a városrészt. Elképzelhető, nem egészen biztos, de úgy tűnik, hogy Undi Mariska is kapott ilyen megbízást a városrész ábrázolására. A Tabánról van a legtöbb alkotás szerintem a grafikai gyűjteményben, remélem nem túlzok, de lehet, hogy enyhén túlzok, amelyikben rendkívül sok nagyon hasonló ábrázolás jelenik meg. És Undi Mariska kilép ezekből a keretekből, tehát szinte néhol olyan, mintha meseszerű, meseillusztráció lenne, rendkívül színes, rendkívül érzékeny, élő képeket hoz létre, ő maga is benne van. Kósa Mária neve már szinte teljesen feledésbe merült, pedig grafikái és szobrai különleges stílust képviselnek a hazai képzőművészeti életben. Például a szobrai, amelyek bronzírozott gipszből vannak, tehát gyakorlatilag olyan anyagból készültek, ami hozzáférhető volt a számára, de ha jobban megnézzük, hordozzák magukban a monumentalitás lehetőségét. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha el tudjuk őket képzelni egy rendes nagyméretű, akkor közteri szoborként, megvan bennük az az erő és a minőség, hogy abszolút működnének. Ami még látszik ezeken a műveken, tehát ez egyfajta a német expresszionizmust idéző Ernst Barlachot lehet felfedezni, egyfajta vallásosság ott képviselő művek. Ami érdekes bennük, hogy a mozgásművészet, a tánc jelenik meg, és ebben nem egyedülálló Kósa Mária. Ez az a korszak, amikor Isadora Duncanen keresztül a szabad mozgás, a szabad tánc a művészetek központjává és inspiráló terévé válik. És Kósa Mária férje, Kósa György zeneszerző volt, aki a korban a modern zeneszerzést képviselte, több misztérium játékot is írt, amelyekhez úgy tűnik, hogy Kósa Mária látványtervezéssel hozzájárulhatott. Ami bizonyos, hogy ezekben a szobrokban benne van a tánc ismerete, a tánc látványa, a csoportmozgás valószínűleg a misztérium játékokhoz is köze lehet. Az expresszionizmus mellett a szecesszió vonásait is felfedezhetjük, ez még inkább érzékelhető a növényábrázolásain, mik maradtak meg tőle. Szobraink vannak, és sokszorosított grafikai művek, tehát fametszetek többnyire, amelyeket általában 2-3 sorozatba gyártott le, és nem is maradt meg több. Valójában a család hagyta rá a múzeumra, de nagyon sokáig nem nyúlt hozzájuk senki. És gyakorlatilag, amíg a saját korában többször kiállított, gyakorlatilag 45 után egészen a 80-as, 90-es évekig teljesen eltűnt, nem csak a művészet történeti tudásból, hanem a köztudásból is. Reméljük, hogy most fel tudjuk arra hívni a figyelmet, hogy ő mennyire az adott korban egy rendkívüli jelentőségű és tudású művész volt. Krenner Amália életművéből mindössze egyetlen darabot őriz a Fővárosi Képtár. Az 1943-ban készült Teleki tér című alkotás a közelmúltban került a gyűjteménybe. Mit ábrázol a kép? Hát gyakorlatilag egy ilyen jellegzetes, a korra jellemző nagyváros, mozgó nagyváros, Teleki téri piac. A háttérben Budapest első felhőkarcolója, az Otinak az épülete, amit aztán 1969-ben elbontják a tornyát, mert vauxit betonból készült. De hát egy igazi nyüzsgő nagyváros, szinte amerikaias hangulat fedezhető fel rajta. A Teleki térnek a különböző alakjaiban, ez egy korrajz. Gyakorlatilag ő az akkori kort próbálja azt a nyüzsgő város bemutatni, amelyik még úgymond megúszta a bombázásokat, hiszen háborús időszak van. Egy rendkívül élettelű, talán a vonásokban néha picit groteszk, tudni kell, hogy a férje több karikatúrát is készített a korszakban, tehát valószínűleg hatottak egymásra, de mindenképp ez gyakorlatilag számunkra, mint korrajz, is egy nagyon erős dokumentum. A mostani kiállítás a legújabb művészettörténeti kutatások eredményeit is bemutatja.
Különleges animációs filmekben mutatja be a magyar történelem egy-egy meghatározó időszakát a Történelmi Animációs Egyesület. Többek között a Tabáról, a Vízivárosról és a Rácfürdőről is készítettek már videókat. Az egyik legújabb animáció pedig a török korba repít vissza. Így bárki virtuális sétált tehet Pest utcáin, sétálhat a paloták, fürdők, rózsakertek között. Vendégünk Baltavári Tamás, a Történelmi Animációs Egyesület elnöke. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Ugye török kor az egy nagyon-nagyon eseménydús időszaka a magyar történelemnek, no de mennyiben volt más akkor Pest, illetve Buda látképe? Nyilván nagyon máshogy nézett ki a város, és az új kultúra, ami akkor teret hódított, megpróbált sok mindent eltörölni, ami addig volt és virágzott. De mégis hogyan kell elképzelnünk a várost? Azok számára, akik még nem látták ezt a filmet, mit mondanál, hogy hogyan alakította át a török hódoltság a város szövetét? Igen, a Pest-Buda 14., 15., 16. században alakul ki a gótika és a korai reneszánsz stílusában, és erre a virágzása elején lévő és nagy reményeket tápláló városba tör be a török, és foglalja el ezt a várost. És valóban, szinte abban a pillanatban minden megváltozik. 1541 után Pest-Budán leáll ez az Európára akkor jellemző dinamikus fejlődés. Megáll az élet, hiszen Pest-Buda egy határvárossá degradálódik le. A török végvárrendszernek lesz egy kulcsa, a legfontosabb, amely ugye a Bécs felé vezető utat biztosítja, hiszen az lenne a következő hódítási célja a töröknek. Ez a város tehát funkcióját veszíti el, nem főváros innentől kezdve, csupán a török hódítás egyik tartományának városa. Igaz, az egyik legfontosabb tartománya ez a töröknek, mert szokták mondani, hogy az óriási török határrendszer legfontosabb szakasza volt, és legveszélyesebb szakasza volt ez a magyar vidék. Hiszen akkor az Oszmán Birodalom már kiterjedt Ázsiában, egészen a perzsa határvidékig, a szahara berber vad népeinek határvidékeig. Ott húzódott végig a földközi tengeren, hiszen háborúban álltak az oszmán flotta a keresztény flottával. Mégis azt szokták mondani, hogy ez a néhány száz kilométeres határszakasz volt a legfontosabb és legveszélyesebb, ezért a török ide nagyon nagy erejét koncentrálta. Nagyon sok katonát küldött Pest-Budára és a környező városokba. Nagyon nagy költségeket emésztett fel ennek a határnak a védelme. Azt is mondják, hogy az egyiptomi, azaz az Oszmán Birodalom leggazdagabb tartományának adója bontatlanul Konstantinápolyt elkerülve egyenesen a budai kincstárba érkezett, hogy ezt a nagy katonaanyagot ezt képesek legyenek a budai pasák ellátni. Tehát nagyon fontos város, katonai szempontból fontos, de természetesen a töröknek meg kell alapoznia ideológiailag is ezt a hódítást, tehát másodszorban ez morálisan, vallási szempontból fontos város, ahol rögtön megkezdődik az iszlám legfontosabb elemeinek, a dzsámiknak, mecseteknek a kiépítése, az iszlám iskolák, medresszék felépítése, és a szerzetes rendek, az iszlám szerzetes rendek betelepülése. Ez talán a legnagyobb pozitív hozzáadott értéke a töröknek, ezek az ehhez kapcsolódó építkezések, és természetesen a fürdőkultúra felvirágoztatása. Minden más esetben valóban romlásról beszélhetünk, pusztulásról beszélhetünk, hiába költöznek ide nyüzsgő, balkáni kereskedő elemek, örmények, zsidók, szerbek, bosnyákok, azért mégiscsak az itteni gazdálkodás az elsősorban a hadi célokat kiszolgáló gazdálkodás marad. Ugye, amikor erről az időszakról tanulunk történelemből az iskolapadban, akkor nagyon nehéz elképzelni azért, hogy tényleg hogyan is nézhetett ki a város, milyen volt ennek az összképe.
Részben ez volt az a cél, ami életre hívta ezt a filmet, vagy most már mondhatjuk, hogy filmsorozatot, hogy elképzelhetővé, vagy valamelyest átélhetővé tegyétek ezáltal a történelem egyes korszakait? Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép projektek készültek már a középkori Buda és Pest rekonstrukciójáról. El tudjuk képzelni más nyugat-európai analógiák alapján is, hogy milyen lehetett egy középkori keresztény nagyváros, egy főváros akár. Azt viszont nagyon nehéz elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor ez a nagyváros ötvöződött egy balkáni török típusú stílussal. Hogyan keveredett, hogyan alakult ki egy olyan sajátságos kép, amit valóban célunk volt bemutatni, mert ezt azt hiszem, hogy soha senki sehol nem mutatta még be. Hogyan lehet egyébként hozzányúlni ehhez az időszakhoz? Milyen források maradtak fel? Igen, nehéz hozzányúlni ráadásul, hiszen a források a török korban elenyésznek. Nagyon-nagyon kevés az itt járt utazó, ugye? Azért bezárulnak azok a csatornák, ahol a középkori útleírók közlekednek. Ezért csak néhány fontos forrásunk van Bokácius Jánostól, magyar részről, és a legfontosabb forrásunk egy török világutazó, Evlia Cselebi leírása. Ő írja le a legrészletesebben Budát. Neki nagyon tetszik, hiszen ő keleti törökös szemmel nézi, neki nem tűnik fel a rendetlenség, a piszok esetleg, az omladozó házak. Neki tetszik a város nyüzsgése, tetszenek a piacok, tetszenek az iszlám épített elemek, és agyon dicséri az itteni erődítéseket. Egy óriási városként írja le, és a legjellegzetesebb példája az, amikor a Gellért hegyről tekint a várra, és azt mondja, hogy úgy néz ki, mint egy óriási gája, aminek a tatja az a palota rész, ott van a felépítménye, és aztán a gája hosszan húzódik észak felé, ugye a polgárváros irányába. Neki ez a hasonlat jutott róla eszébe. Yeah. Akkor említetted, hogy kevés volt a forrásanyag, amire támaszkodni lehetett. Ezeket a hiátusokat a fantázia pótolja ki ilyenkor? Igen, kénytelen a fantázia kipótolni. Természetesen a fantáziát alá kell támasztani. Keresni kell olyan analógiákat, olyan párhuzamokat esetleg a Balkánon, amik alkalmasak arra, hogy beépítsük ebbe a rendszerbe. A tabáni rekonstrukciónk az tipikusan egy ilyen délszláv, bosnyák, építészeti elemeken alapuló városrész lett. Az alsóváros, a víziváros része, amiről a legtöbb szakértő azt mondja, hogy az volt a leginkább törökös jellegű Pest-Budán, az nyilván török elemekből kapott többet, de mindenhol az alapot a gótikus, középkori építészeti elemek képezik. Tehát a török elsősorban ezt építette át, vagy erre épített rá esetlegesen. Az első szintek, az alapok, a kőalapok, ezek a középkori magyar alapjaink, és akkor erre esetleg egy második szintnek valamilyen könnyebb szerkezetű, esetleg fából ácsolt, második emeletet tipikus török kiugró, erkélyes építészeti elemeket építettek rá. A különböző ásatási eredmények mennyire szolgáltak segítségül? Sajnos ugye ez az ásatás, vagy ezek az ásatások mindig csak apró kis szeletekre koncentrálódtak. Egy-egy nagyobb épület tömbfelújításakor néhány száz négyzetméterre korlátozódtak. Úgyhogy nincsen egy egységes összképünk arról, hogy milyen lehetett régészetileg a középkori Pest-Buda, de ezek az apró kicsi elemek nagyon fontosak, hiszen ezek mint pici apró horgonyok adnak nekünk olyan fix támpontokat, amik aztán körülépíthetőek lesznek. Tehát valóban a legapróbb jel egy török kaiba felépített alapja valahol épp olyan fontos, mint egy apró útszakasz, ami esetleg a középkorban kövezett volt, ami már előre sejteti, hogy fontosabb, forgalmasabb útszakaszról van szó. Máshol csak zúzott követ talál a régész, ott tudhatjuk azt, hogy az az út másodlagos maradt a török korban is. Ilyen apró jelekből lehet építkeznünk. Az igaz egyébként, hogyha
feltalálnánk mondjuk az időgépet, és visszamennénk ebbe a korba, akkor alig hallanánk magyar szót az utcánkban? Ez így van, ez így van. A magyar lakosság nem olyan hirtelen tűnik el Pest-Budáról, mint a népessége alapját képező, középkorban a népesség alapját képező német ajkú lakosság, mert Pest-Buda nem volt magyar igazán. A városias lakosság Magyarországon a középkorban az nyugati eredetű lakosság volt. És a németek azonnal elhagyják a várost a Mohácsi vész után, és nem is térnek vissza. A török nem is engedné meg nekik. A magyarokkal engedékenyebb, nincsenek komoly szankciók a magyarok ellen, sőt, a önkormányzatiságuk jó ideig megmarad, de aztán szépen lassan ez is leépül. Főleg a veszélyesebb, háborús pillanatok azok, amikor ez a keresztény őslakosság megsínyli az itt maradást, és szépen lassan elpárolog, elenyészik, és az 1600-as évek második felére már csak itt-ott találunk néhány magyar nevet az itteni összeírásokban. Mi volt egyébként a legfontosabb cél vagy szándék a film, vagy filmek megalkotásakor? A csapatunk oktatásfejlesztéssel foglalkozik elsősorban, és szeretnénk megjeleníteni azokat a magyar korszakokat vizuálisan, amelyek nem kapnak elég hangsúlyt, akár az oktatásban, akár az oktatásfejlesztésben, akár a muzeológiában. Ilyennek ítéljük a török korszakot is. Valahogy ez egy olyan mostoha korszak, amelyet már eleve megtanítani sokkal nehezebb, mint bármelyik más korszakot. Vannak középiskolai tanári tapasztalataim bőven, és tudom, hogy onnantól kezdve, hogy az ország két, majd három részre szakad, és hirtelen a történelmünk több fonálon, több szálon paralel húzódik, onnantól a diákok összezavarodnak, és hirtelen elveszítik a fonalat. Ezért foglalkozunk sokat a török korral, hogy ezt a fonalat, ezt megpróbáljuk megtartani a kezükben. Tehát akkor a pedagógusok ezt a kis filmet is bátran bevihetik az órákra, hogyha erről az időszakról tanulnak. Készül hasonló film? Szeretnénk ezt folytatni. Tehát a célunk az, hogy a teljes törökkori Pest-Budát bemutassuk, a lehető legnagyobb részletességgel. Ami azt jelenti, hogy nem csak a külső helyszíneket rekonstruáljuk, és ugye most jön a legfontosabb rész, a vár. Eddig csak Pest, Tabán, Víziváros, Gülbabatürbe és környezete készültek el. Most jön a legzsúfoltabb és legnehezebb rész, akár ha a 3D grafikusok munkájára gondolok, akár hogyha történettudományi rekonstrukcióként gondolok rá. A vár belseje, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy ezt hogyan rekonstruáljuk. Mennyi maradhatott meg a középkori építészetből a török kor végére, és a török erre mit épített rá, milyen minőségben épített rá. Még olyan alapvető és bagatell dolgokat sem tudunk pontosan, hogy a mai várfal, ami a réginek megfelelő nyomvonalú többé-kevésbé, milyen magas lehetett. Hiszen most, hogyha fönt sétálunk a várba, a sétányokon, akkor ugye derékig érő kis pártázatot találunk, csak ami ugye veszélyes, és sokszor van a híradóban szó róla. Nem így nézett ki a várfal a török kor során, hiszen akkor a tüzérség simán szétlőtte volna a vár belső épületeit. Minden bizonnyal magasabb volt a várfala, nem tudjuk mennyivel. Hát pedig ez meghatározó a város összképét tekintve, és azért ennek a rekonstrukciónak rugalmasnak kell lennie, és az is úgy építettük fel, hogy minden GPS alapon helyezünk el, és mindenki cserélhető, hogyha esetleg egy új adat kerül a birtokunkban. Úgyhogy én ezt egy olyan rekonstrukciós alapnak tartom, ami a jövőben is képezheti egy olyan tudományos rekonstrukciós alapot, amire akár a régészek is felépíthetnék az újabb és újabb információikból az elemeket. Tehát akkor ez lesz a következő lépcsőfok. Ez a következő, a teljes Pest-Buda felépítése és a benti életmód bemutatása. Hát akkor kíváncsian várjuk és várunk vissza, hogyha ez az animáció is elkészült. Köszönöm szépen. Különleges produkciókat ígér a 28. Duna Karnevál, amit egyszerre több helyszínen rendeznek majd meg. Június 9-e és 16-a között vendégünk Tettamanti Niké, a Duna Karnevál egyik főszervezője.
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Ön szerint hogyan ragadható meg a 21. században a néphagyományok fontossága? Mindig is fontos, hogy a hagyományokat ápoljuk és megragadjuk. Ez kezdődően az iskoláktól, ahol mostanában azért az elmúlt években a néptánc hagyományát, a népzene hagyományát próbálják őrizni, és nagyon sok osztályban és mondom iskolában is ezt őrzik. Hát mi a Duna Karnevállal kifejezetten ezt próbáljuk erősíteni, ugye egyrészt a hagyományok, másrészt az innováció jegyében is, azáltal, hogy minden évben most már 28. alkalommal Budapest szívében, belvárosában és a környező egy-két településen egy nagy nemzetközi népzenei és néptánc fesztivált szervezünk. Hogyan lehet a hétköznapokban egyébként megismertetni és megszerettetni azokat a tradíciókat, amelyek több száz éve velünk élnek, és amelyek újra felfedezésre válnak? Mert hogy nyilván ezek az alkalmak, ezek a nagy fesztiválok kifejezetten ezt a célt szolgálják, tehát a hétköznapokban hogyan lehet ezt megragadni? Hát én azt gondolom, hogy az iskolákon kívül nagyon-nagyon sok, nem csak Budapesten, hanem az ország egész területén rengeteg együttes karolja föl a hagyományokat szerető családokat, és ezáltal a gyerekeket is. Nem titok, hogy én is innen nőttem ki, hogy úgymond programszervezőként, tehát mi is amatőr néptánc együttesekben tanultuk, sajátítottuk el a néptánc és a népzene hagyományait rengeteg daltanulással, rengeteg motívummal. Az én gyerekeim is ezt csinálják, és látom a fesztiválokon, a mindennapokban, ahol most nem csak a nemzetközi fesztiválokra gondolok, hanem itt Magyarországon is nagyon sok ilyen népzenei néptánc fesztivál van, ahol a gyerekek, rengeteg gyerekcsoport, egészen kicsiktől, alsó tagozatostól a gimnázistákig mérettetik meg a tudásukat, és ez azt jelenti, hogy ők a mindennapokban ezt élik, használják, örömüket lelik benne, és ezáltal viszik tovább remélhetőleg ők is majd a jövőben. Mit ad egyébként ez az ember személyiségéhez hozzá? Hú, rengeteg mindent, én azt gondolom, rengeteg mindent. Azon túl, hogy ténylegesen egy kötődést a magyarságunkhoz, a hagyományainkhoz, azon kívül a személyiségéhez egy nagyon jó szociális érzéket, ugyanis tapasztalom, hogy azért a kisgyerekek, illetve az ilyen általános iskola 5., 6., 7. osztályától már azért a fiúk, lányok között van egy ilyen széthúzás, meg ez a hú, most megmerem-e fogni a kezét, vagy nem merem-e megfogni. Na most, aki néptáncol, aki egy ilyen együttesben nő fel egészen akár óvodáskora óta, ez nem probléma. Tehát, hogy most csak egy teljesen magánjellegű élmény, hogy a gyermekeimnek, amikor a anyáknapi ünnepség van, és akkor ott körbe kell állni, és akkor fiúk, lányok fogják egymás kezét, hát ez ettől teljesen mindenki kész van, az enyémek meg nem érték, hogy mi ebbe a probléma, hát megfogom, hiszen természetesen megfogom. Tehát, hogy egyrészt egy szociális érzéket ad hozzá mindenképpen a személyiségükhez, egy nagyon nagy nyitottságot, és hát olyan életre szóló barátságok köttetnek egy ilyen helyen, hiszen oda nem azért megy az ember, mert kötelező, és egy osztálytárs, aki mellett ott kell üljél, ha akarsz, hanem tényleg kedvtelésből és örömmel vannak együtt. Mindezekből az értékekből mit tudtok majd megmutatni az idei Duna Karneválon? Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent, ugyanis tényleg egy elsőprő 9 nappal készülünk idén is több helyszínen. Elsősorban most egy új helyszínünk lesz, ahol az ingyenes programainkat láthatja a nagy érdemű, ez pedig a Nemzeti Múzeumnak a kertje. Tehát igazából velük a Magyar Nemzeti Múzeummal együttműködésben, és a NESZ-szel, vagyis a Népművészeti Egyesületek Szövetségével együttműködésben lesz ott egy csodálatos 3 napos programsorozat, ahol lesz egy kézműves kirakodóvásár is, és különböző táncos és zenei programok, kezdve onnantól, hogy lesz egy Folkid gyermek ifjúsági néptáncgálánk, ha már a gyermekekről beszéltünk. Ide Magyarország területéről a legkiválóbb, legkitűnőbb gyermek és ifjúsági táncegyüttesek fognak érkezni. Ez június 10-én szombaton lesz itt a múzeumkertben. Aztán lesz egy Hungarikumok a népművészetben című programunk, ami már egy több éve megvalósuló program sorozatunk, hiszen nagyon-nagyon nagy szeretettel veszik ezt a nézők, úgy veszük észre, és ez a Magyar Értéktár, a Szellemi Örökség
elemeiből van egy nagyon szép csokor összeállítva, tehát láthatnak matyó, nagyecsedi, sárközi néptánc hagyományokat, lesznek magyar busók, magyar huszár, de hangszerbemutató, tehát a tárogató, a cimbalom, a furugla is megjelenik ebbe a programban, tehát nagyon, nagyon színes, úgymond egy ilyen élő kiállítás lesz hangulatképekkel, élőképekkel. Minden programunk után igyekszünk egy tértáncházat csinálni ott a helyszínen, ahol kicsik-nagyok beállhatnak az éppen aktuális program utáni néptáncokba. Tehát itt például a Matyó Tánc Együttes fog ezután a programelem után egy tértáncházat tartani, de amikor például a gyerekek lesznek, akkor valamelyik gyermekegyüttes fog egy egyszerűbb szatmári vagy egy csárdás néptánc tértáncházat vezetni ott az érdeklődőknek. És lesz egy nemzetközi néptánc verseny, és erről mit érdemes tudni? Hogyan lehet objektív szemmel nézni és értékelni a táncosokat, illetve a produkcióikat? Igen, ez az Erzsébet-ligeti színházban lesz csütörtöki napon, tehát az a 15-e, június 15-e. Ez is minden évben, vagy hát nem is 28 éve, de 10 éve megrendezésre kerül. Ez a külföldi csoportok között egy ilyen nemes versengés, hogy úgymond. Idén 4 külföldi együttesünk érkezik. Nem olyan sok, mint a korábbi években szokott, viszont nagyon nívósak. Jön Grúziából az Állami Akadémiai Néptánc Együttes, a fővárosból, Batumiból. Jön Üzbegisztánból, szintén egy állami együttes, Tashkentből. Az Amerikai Egyesült Államokból, Utahból érkezik egy Brigham Young University tánccsoport, akik ilyen elképesztő clogging és step jellegű táncokat adnak elő, nagyon-nagyon izgalmas és nagyon elsöprő erejű. Jönnek Mongóliából torokénekesek, aki szintén az UNESCO szellemi örökség részeként vannak nyilvántartva, az is egy kifejezett etalon. És hát hogy lehet objektíven nézni ezt? Hát ezt a zsűrit kell megkérdezni, ami mindig egy nemzetközi zsűri az, ami eldönti ezt, bizonyos szempontok alapján nézik természetesen a táncegyüttesek produkcióit. Ezt azért kérdeztem egyébként, mert nagyon más műfajok jelenhetnek meg, igen, amiket nehéz összehasonlítani egymással. És hát az egész rendezvény sorozatnak a koronája pedig ugye a Margit-szigeti szabadtéri színpadon lesz majd. Tánchimnusz a Haza fényre derül címmel majd bemutattok egy új előadást. Igen, igen, tehát a Margit-szigeti szabadtéri színpad az minden évben a gálánknak ad helyszínet, ez tényleg egy varázslatos helyszín. És ilyenkor az első felvonásban mindig a külföldiek lépnek színre, tehát bemutatják, hogy mit is hoztak el nekünk az ő nemzeti hagyományaikból, és a második felvonás pedig általában egy együttműködésben zajlik, olyan értelemben, hogy több táncegyüttesnek a vendégszereplésével. Idén a Magyar Állami Népegyüttes és a Duna Művész Együttes mellé, akik állandó szereplői ezeknek a gáláknak és az egész Duna Karneválnak, a Táncművészeti Egyetemnek a végzős táncművészei lesznek színpadon. És igen, a cím pedig a Tánchimnusz, a Haza fényre derül, a magyar himnusz megszületésének 200. évfordulója előtt tisztelegnek úgymond az alkotók, és egy ilyen elsöprő erejű tánckoncertet hoznak létre. Nem feltétlenül a magyarság vérzivataros századaira kell most gondolnunk, hanem inkább a Szent Istváni Magyarországnak a szellemiségét próbálják megidézni, a magyarság létét, dicsőséges jelenét akár a Kárpát-medencében, tehát mindenképp egy pozitív, kicsengésű előadás lesz így a Duna Karnevál zárásaként. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál és mindezt elmondtad. Nagyon szépen köszönöm én is. Ez volt a Kultúrpont, műsorunkat visszanézhetik a Hegyvidék TV honlapján. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!